Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik vezetője. Én is nagy szeretettel köszöntöm mindenkit, Takács Jácint vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezető házas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtt vállalkozóként kereskedelemmel foglalkoztam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Itt élek a családommal Kondorfán, az Őrségben, feleségemmel, két gyermekünkkel, négy gyermekünk már nagyobb, ők már önállóan élnek. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert amikor találkoztam az interneten Szedlacsik Miklós első előadásával, az pont egy olyan előadás volt, amibe olyan célt mutatott nem csak számomra szerintem, hanem az egész emberiség számára, amelyről én már nagyon régóta álmodtam. Szerettem volna, tehát korábbi tevékenységeim során is szerettem volna olyan közösségben együtt dolgozni embereket, tehát szerettem volna együttműködni, és ez nem nagyon valósult meg, amikor meg elkezdődött egy valamilyen szintű együttműködés, akkor annak mindig elég hamar vége lett. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító képzései által az életemben jobban tudok bánni magammal, párommal, szüleimmel, gyermekeimmel, másokkal. Növekedett az önbizalmam, határozottabb lettem, van egy világos és határozott pozitív jövőképem. Ezt mind Szedlacsik Miklósnak köszönhetem, mert ő mutatta meg azt az utat, amerre az emberiségnek menni kell, hogy egy jobb és boldogabb életet valósítsunk meg magunknak és minden ember számára. A PPH előtt én könyveléssel foglalkoztam, mérleképes könyvelőként, egy könyvelőirodám volt. Majd a gyermekünk születésekor ezt abba hagytam, mivel egy folyamatos mókuskeréknek éreztem, és természetgyógyászként tevékenykedtem, úgy foglalkoztam az emberekkel. Viszont jelenleg már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem nekem is, hiszen természetgyógyászként láttam, hogy mennyi problémájuk van az embereknek, és igyekeztem segíteni tudásomnak megfelelően, de mindig oda jutottam, hogy a gondolkodásmódjukon nem nagyon tudtam én változtatni, azt gondoltam, hogy majd én fogok, de most már tudom, hogy nem. Mindenki saját maga tud változtatni a gondolkodásmódján. Nyilván egy utat tudunk mutatni, viszont nem volt olyan, nem láttam, nem tudtam olyan lehetőségről, ahol ezt tanítják, megmutatják. És amikor Jácint találkozott Szedlacsik Miklós előadásával, és mondta, hogy nagyon lelkesen egyből, hogy ő ide beiratkozik ebbe az iskolába, és én is megnéztem néhány előadást, és akkor utána beiratkoztunk, ami hát életünk egyik legjobb döntése volt, ennek most már 5 éve, és nagyon szeretünk itt lenni, nagyon sokat tanultunk, és hát tanulunk folyamatosan, mert amikor az ember tanul, én mindig úgy éreztem, és most egyre inkább, hogy minél többet tudok, annál jobban rájövök, hogy még mennyi mindent nem tudok. És hát ez generálja, hogy tovább kell tanulni, és Szedlacsik Miklós folyamatosan kapja az információkat, ugye, amit átad nekünk, úgyhogy mindig bővül a tudásunk. Tehát ezért kezdtem én is itt tanulni a Nyílt Akadémiánál. Azóta nagyon sokat változott az életünk, hiszen egyre harmonikusabb, egyre jobb a kapcsolatunk,
a gyerekeinkkel is, a szüleinkkel is egyre jobb a kapcsolatunk, és más emberekkel, ugye nekünk már van egy kisebb csapatunk itt a PPH-nál, és más embereknek is tudunk ezáltal segíteni, más emberek életét is tudjuk jó irányba terelgetni. És ez nagyon-nagyon jó érzés, hiszen a visszajelzések, amikor mondják, hogy nagyon hálásak, hogy segítettünk, hogy azáltal, amit tanácsoltunk, vagy amit mondtunk, azáltal megoldódott a problémájuk, és az ő életük is jobb lett azáltal. Szerintem annál nagyobb öröm és visszajelzés, hogy az ember jó az, amit csinál, tehát annál jobb nincsen. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben is teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Az eddig életem során még nem találkoztam Szedlacsik Miklóson kívül olyan céltudatos és elkötelezett emberrel, aki felelősség teljesen felvállalta volna, hogy neki az a célja, feladata, hogy olyan tudást adjon át az emberiség számára, amellyel képesekké válnak aranykori módon élni, és ehhez megvan a megfelelő tudása, megoldási terve és módszere is. Olyan egyedülálló komplex rendszer dolgozott ki, amely lehetőséget nyújt az önfejlődésre, az ember és az élet ismeretének elsajátítására, a tanultak gyakorlására, beépítésére az életünkbe, és a megszerzett tudás továbbadására is. Mesterünk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye az előbb elhangzott, hogy tegeződve tartom a képzéseket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? És szerintetek, hogyha így halad a világ, akkor hova fajul az egész? Milyen világba fogunk jutni? Mi lesz az emberiséggel? Most gondold végig, most van egy olyan fajta irány, hogy a középréteg az el fog szegényedni. És körülbelül a 10%-ot nem nagyon fogja ez érinteni, de a 95 viszont igen. Tehát elég durván néz ki ez a dolog. Tehát figyelted, hogy a forintunk mennyire romlott? De nagyon érdekes, mert ugye a forintunk romlott, de más valuták is romlottak. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a bolygón szinte az összes pénz az romlott az elmúlt 1-2 évben. Tehát mondhatni azt, hogy mindenütt egy elég jelentős pénzromlás van. Tehát bolygó szinten. De tudjátok, hogy ez miért van? Nagyon egyszerű.
mert olyan mértékű az adósság a bolygón, amilyen mértékű pénz ezen a bolygón nem áll rendelkezésre. És az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az emberek jó része az, hát az mondhatjuk azt, hogy ha nem ő vett föl hitelt, akkor az életszínvonalának a biztosítására az állam vett föl hitelt. Világos ez? Tehát, hogyha az emberek jó része azért él azon a színvonalon, nem csak itt, hanem szerte a világon. Azon a szinten, amin él, tehát ahol jó módban élnek az emberek, most azokról az országokról beszélek, ott mind egy hitelből fenntartott jólét van. És ez nem csak az egyénekre igaz, hanem az államra is. Tehát ami azt jelenti, hogy ha most gondold végig, csak egy példa, hogy hogy lehet az, hogy mit tudom, ugyanaz a gyár betelepül három különböző országban, mondjuk Németországban, mondjuk Magyarországra és Kínába, és teljesen más béreket fizet ki. Érted? Tehát, és ugye előtte meg csak egy helyen volt, mondjuk Németországban. És akkor is élt, akkor is működött. Tehát ami azt jelenti, hogy azon a szinten, hogy még ott tudjon működni, azon a szinten állami támogatások révén működik. Tehát azért tudnak olyan magas bért fizetni, mert az állam támogatja, hogy neki legyen továbbra is haszna ott Németországban, és ne menjen ki onnan. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát ugye ez Kínában nem gond, mert ugye ott alacsony béreket fizet, és ott nem kell támogatni azt, hogy a bért ki tudja fizetni, de Németországban támogatja. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy nyugaton úgy működik az ipar, hogy a dolgozóknak a bér az olyan mértékű, hogy gyakorlatilag az állam támogatja az ott létét a cégeknek. Tehát magyarul az életszínvonal az állami támogatással van fenntartva. Na most, igen, de miből fizetik ki az állami támogatásokat? Hát a dolgozók pénzéből. Tehát az emberek pénzéből, adójából, stb. Főleg adójából természetesen. Ami gyakorlatilag kevés ahhoz, hogy azokat az állami támogatásokat és egyéb dolgokat, hogy megéljenek azok az emberek, akik az állami szférában dolgoznak, élnek, meg az egyéb állami ráfordításokat, hát nem jön annyi bevételük sehol itt a fejlett országokban az államoknak, mint amennyit kifizet. És miből csinálják ezt? Fölvesznek hiteleket. Tehát magyarul a világon mindenütt az államok olyan mértékben el vannak adósodva, az összes állam szinte a bolygón, egy pár állam kivételével, olyan mértékben el vannak adósodva, hogy gyakorlatilag reménytelen annak a kifizetése. Ahhoz, hogy azt ki lehessen fizetni, el kell szegényíteni a lakosságot. Nem vicc. Az mit jelent az elszegényítés? Az azt jelenti, hogy csak tisztában legyetek ezzel, az azt jelenti, hogy jóval kevesebb lesz a bér. Ott van benne egy hely, gyere be, mondjad neki. Nagyon jó, húzódjatok beljebb egyre, és akkor semmi gond. Jó? Oké, szuper, köszi. Tehát el kell olyan mértékben a vásárló értéket rontani, érted? Tehát nem a fizetést veszik lejjebb, hanem a fizetésnek a vásárló értékét veszik lejjebb, hogy ezáltal gyakorlatilag nagyobb legyen az a haszon, ami marad a vállalkozásoknak, amiből tud fizetni az államnak. Nem tudom, elég világos voltam-e. És mindenütt ez van, ezt én már mondtam régen, hogy a pénz, tehát már egy évtizede mondom, hogy a pénzt le fogják értékelni. Azért, mert másként ezek a hatalmas
adósságállományok nem fizethetők ki. Tehát most gondold végig, mit tudom én, mondjuk fölvettek mondjuk egy államtól mondjuk 5%-ra kamatra hitelt, 5% kamatra hitelt, érted? És illetve nem hitelt, bocsánat, hanem az állam vett föl hitelt 5%-ra, ugye különböző helyről, az állam fölvett 5% hitelt, és neki azt az 5% hitelt plusz a, tehát kamatot, 5% kamatot plusz a hitel tőkét, az ugye azt ki kell fizetni. De hogyha leértékeli a saját pénzét, akkor ki tudja fizetni. Nem tudom, elég világos-e. Mert különben nem tudja kifizetni. Tehát azon az értéken nem tudja kifizetni, mert újabb hitelből tudná kifizetni, és eddig ez így ment, de ez már olyan mértékben földúzzat, hogy egyszerűen már kifizethetetlenek másként a hitelek. Csak úgy lehet kifizetni a hiteleket, hogyha a pénzeket leértékelik. És ugye mihez képest nézzük a leértékeléseket? Hát mindig a fogyasztói árakhoz kell nézni a leértékeléseket. Tehát mindig azt kell nézni, hogy az árak, bármilyen ár, az hogyan alakul átlagosan a pénz vásárlóértékéhez képest. És ez mindig úgy működik, hogyha megnézed, hogy a pénz vásárlóértéke az mióta a világ csökken, tehát mióta nem arany vagy ezüst a pénz, azóta a pénz értéke csökken az átlagos vásárlóértékhez képest. Na most ugye mit jelent az egy kalap alá hoztam a szellemiséget és az anyagot? Az, hogy én anyagi területen meg tudtam, három anyagi területen meg tudtam azt csinálni, hogy piacvezetők legyünk, abból a háromból az három pénzügyi terület volt. És most szellemi téren is piacvezetők vagyunk, ami azt jelenti, hogy az átlagnál jóval előbb járok, mind pénzügyi téren, mind szellemi téren, tehát nem nagyon találsz olyan előadót, aki ezt a kettőt egy kalap alá tudta hozni. Olyat meg nem is találsz, aki mind a kettőn, mind a pénzügyi téren is, meg szellemi téren is piacvezető tudott lenni. Oké? Bolygószinten nem találsz ilyet rajtam kívül. Na, szóval lényeg az, hogy az egy kalap alá hozás az azt jelenti, hogy ugye ezt a két dologban mind a kettőben profi vagyok. Mind a szellemi téren, mind pedig az anyagi téren. Tehát ugye az anyagi tér az a pénzügyi terület. Tehát olyan dolgokat tudok mind a két területen mondani, amit nem valószínű, hogy bárkitől is hallottál itt a bolygón. Érted? A pénzügyi téren is, és szellemi téren is. Oké? Na most, ugye miért csinálom azt, miért tartok képzéseket? Mert nekem van egy küldetésem, kaptam egy küldetést, nem én találtam ki a küldetésemet, ez egy látomás révén létrejött küldetés, ahol kaptam egy feladatot, nekem 91 óta van saját csapatom, és ugye azóta ez a negyedik piacvezetői pozíció, amit jelenleg betöltünk, és kaptam egy olyan küldetést, hogy ezen a bolygón aranykornak kellene lenni. Jó? Tehát aranykornak kellene lenni. Az aranykor azt jelenti, hogy elnyomásmentes társadalmi forma. Tehát ahol nincsenek elnyomók. És lényeg az, hogy ugye miért pont itt én kaptam? Azért, mert nem tudom, tudjátok-e, én ismerek vagy 7 jóslatot, ezeket úgy hívják, hogy proféciák, hogy milyen jövő várható. Például ilyen proféciákat írt, ilyen jóslatokat, Nostradamus is. És ugye ezekben 7 olyan proféciát olvastam, amiben az volt, hogy a Kárpát-medencéből ez időtájt, amiben most vagyunk, ezt írták a múltban, ez időtájt, elindul egy olyan tudás a bolygó szint,
bolygó szerte, amely eljuttatja az emberiséget egy magasabb rendű tudásra, tudáshoz. És ez a Kárpát-medencéből indul el. Na most hát a Kárpát-medencében nem sok olyan ember találsz, aki mind anyagi téren, mind szellemi téren teljesen otthon van. És nem lehet ezeken a területeken megvezetni. Márpedig engem nem lehet egyik területen sem megvezetni. Szóval a lényeg az, hogy kaptam egy ilyen látomást, hogy létre kell hozni az aranykort, mert az emberiség végkorát érjük, és itt van a kiválasztódás, hogy ki fog bekerülni az aranykorba, és ki inkarnálódik tovább. De nem ezen a bolygón. Az inkarnálódás, nem tudom, valakinek ez távol áll az inkarnáció saját magától, az tegye föl a kezét, akinek távol áll az inkarnáció magát, ez a fogalom, ez a dolog saját magától. Nem? Ugye tudjuk akkor az, mit jelent az inkarnáció? Az azt jelenti, hogy volt egy előző életünk, nem? Majd meghaltunk, lehet egy létközi állapotunk, és utána a létközi állapotból újra születtünk, maga a lelkünk csinálta ezt. Nyilván nem a test, ezért mikor azt mondják, hogy majd feltámadunk, hogy a test, az hogy, és a csontvázak azok hogy támadnak föl, akit elhamvasztottak, azok hogy támadnak föl. Jó, szóval ez, mert azt mondanák, hogy a lélek feltámad, akkor ebben semmi gond nincs, mert mondhatjuk azt, hogy minden újra születés az egy lélek feltámadás. Jó, tehát de miért inkarnálódunk itt a bolygón? Hát azért, mert az a feladatunk ezen a bolygón minden emberiségnek eddig, ami volt, ez a hetedik emberiség, az volt a feladata, hogy minél többen visszakerülhessenek oda, honnan jöttünk. Tehát mi emberek. Mi az, hogy visszakerülhessünk, honnan jöttünk? Egy magasabb szintű létformából. Tehát ugye van alacsonyabb szintű létforma, például az állatok, növények, stb. Stb. Az alacsonyabb rendű létforma. Mi a magasabb rendű létforma? Angyali, isteni létforma. Az a magasabb rendű. Világos ez? És mivel angyali és isteni létformából jöttünk, ezáltal oda kellene visszakerülnünk. Nekem ezeket pontosan elmagyarázták a fentiek, hogy hogy van ez az egész, úgyhogy szerintem a bolygón, ha valaki ennél többet tud, az álljon elém, aztán mondjon többet arról a dologról, hogy ez hogyan is működik, jó? Tehát lényeg az, hogy maga az isteni létforma, az az angyali létformával kezdődik, onnan jöttünk, miért? Jöttünk onnan, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, mit keresünk itt? Voltak ugye olyan szembekerülések a Teremtő Atya Istennel, az isteni lelkek részéről, amit a Teremtő elhatározott, hogy még egyszer ne forduljon elő, ezért a lelkeket ide inkarnálja, illetve hát nem ő közvetlenül, hanem ugye a megbízottai, ide inkarnálódunk, abból kifolyólag, hogy itt ez alatt a 50, 60, 70, 80, 90 év alatt annyi mindent meg tudunk élni, amit odafönt nem élnénk meg csak évezredek vagy évtizedek során. Világos ez? És egy védett helyen vagyunk, viszonylagos védett helyen, illetve az ő kontrolluk alatt vagyunk, és egy olyan helyen vagyunk, amit nem hagyhatunk el, csak a halálunk révén. Oké? Tehát ha meghaltunk. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy bajt nem tudunk okozni. Nyilván, amikor az emberiség elkezdett nagy bajt okozni, akkor fogták és lehúzták a rolót az előző 6 emberiségnél. Na most hát most már lassan oda jutunk, hogy az emberiség nagy bajt okoz, ezért ugye az emberiség ideje gyakorlatilag már lejárt, csak még kitolták egy kicsit. Ugye 2012 évvége volt az emberiség, ez ennek az emberiségnek a határideje, ezt most kitolták 2034 évvégéig, tehát 2035-re ezen a bolygón aranykornak kell lennie. Tehát kell lennie. Az azt jelenti, hogy az aranykorba bekerülhetnek azok, akik képesek feltétel nélkül együttműködni másokkal.
És ez nagyon érdekes kérdés, ez a feltétel nélküli együttműködés. Tudjátok miért? Azért, mert azt gondolják emberek, nagyon érdekes a gondolatuk, hogy ugye elmondom akkor, az aranykor azt jelenti, hogy az, aki bekerül az aranykorba, az mondjuk onnan kezdődik, hogy pár millió ember, odáig jut, hogy pár milliárd, max pár milliárd, tehát gyakorlatilag most a bolygó 80%-a az esélyes lenne arra, hogy bekerüljön az aranykorba, 20%-a esélytelen, szó szerint, de az nem azt jelenti, hogy bekerülhet, hanem azért neki nagyon sokat kellene tennie mindenkinek, hogy bekerülhessen az aranykorba. És aki bekerül az aranykorba, mondjuk tételezzük fel mondjuk 1 milliárd ember, akkor annak az 1 milliárd embernek egymással feltétel nélkül kell együttműködni. Tehát nincs klikkesedés. Valaki azt gondolja, hogy úgy be lehet jutni az aranykorba, hogy több szálon, akkor óriási tévedésben van. Mert az azt jelenti, hogy klikkesedés. Világos ez? Tehát bárkitől azt halljátok, hogy majd ő egy másik vonalon bekerül az aranykorba, óriási tévedésben van, mivel az aranykorban csak az összes ember, aki benn van, feltétel nélkül kell, hogy együttműködjön. És addigra meg kell tanulnia a feltétel nélküli együttműködést, amit akárhogy nézek, 9 év annak a megtanulása. Tehát lehet itt nagy okos emberek, akik elmondják azt, hogy ők majd a saját vonalukon bejutnak az aranykorba, óriási tévedésben élnek. Ha sok vonalon jutnak be emberek az aranykorba, akkor nem lesz feltétel nélküli együttműködés. Világos ez? Tudod, mit jelent a feltétel nélküli együttműködés? Hogy nem kell egy vezető ember. Mindenki tudja, mi a dolga, és az emberek meg tudják egymással beszélni, hogy ki milyen feladatot végez. Nem tudom, elég világos-e. És nincs olyan, hogy majd egy főnök megmondja, hogy ki mit csináljon. Érthető ez? Tehát olyan tudatossági szinten lesznek az emberek az aranykorban, hogy nincs szükség arra, hogy főnök. Világos ez? Tehát gondoljátok végig, hogy lehet úgy több szálon bekerülni az aranykorba, hogy utána az emberek feltétel nélkül az összes, aki bekerült, képes legyen együttműködni. Hát erre én befizetnék. Tehát én kapok folyamatosan információt arra, hogy mit adjak át számotokra, mint tudást, és még mit nem adhatok át. Oké? Na nézzük akkor. Szóval lényeg az, hogy aranykornak kell lennie. Nincs más lehetőség. Az azt jelenti, hogy arra is megvan a forgatókönyv, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem kerülhetnek be az aranykorba. Azok tovább többet a bolygóra nem inkarnálódhatnak. Van egy kész bolygó, nem egy bolygó van, hanem egy kész naprendszer, a naprendszerünkhöz hasonló naprendszer, amely azt a szerepet fogja betölteni, mint most a naprendszer, azzal a különbséggel, hogy ott az élet most indult el. Oké? Nem az alsóbbrendű élet, hanem az emberi élet most indult el. Oké? Tehát ami annyit jelent, hogy nagyon korlátozott számban vannak még ott emberek. Oké? Tehát nem milliárdok vannak, hanem korlátozott számban. És az hol van? Kint, az univerzum szélén. Azért, hogy ne sok vizet zavarjanak az energiájukkal az ott lévő lények. Mert itt sajnos mi sok vizet zavarunk már. A rossz energiánkkal. A rossz energiánkkal. Na most, miért kell egy ilyen világnak lenni, ami most van?
Tehát, ha nem hiszel nekem, hogy el fog szegényedni, akkor meg fogod tapasztalni. Oké? Tehát a lakosság körülbelül 10, az imént említettem, 10%-a az, amelyik nem fog elszegényedni. Tehát, hogyha te alkalmazotti létben élsz, akkor tudni, hogy el fogsz szegényedni. Ha kényszervállalkozói létben élsz, tudni, hogy el fogsz szegényedni. Ez biztos. Tehát ezt az életszínvonalat nem fogod tudni fenntartani. Ez nem ijeszgetés. Tehát ugye, akik régóta ismernek engem, van, aki 25-27 éve tanul itt, minden jóslatom bejött. Jó? Előre mondom. Tehát nem jósoltam semmit úgy, hogy ne úgy történt volna. Jó? Ezt a válságot is, ami most van, ezt is megjósoltam. Még az, hogy 2 héttel hamarabb jött, mint amire jósoltam, de hát ez egy dolog, az belefér. Szóval, lényeg az, hogy ugye mi a dolgom nekem, meg mi a dolgunk, akik itt vannak? Hát gyakorlatilag lélekmentők vagyunk. Szó szerint megmentjük a lelkeket. Tehát egy jobb világra megmentjük. Tehát gondold végig egy olyan világot, ahol nem lesz szükség pénzre. Mert nem lesz olyan, hogy gazdag meg szegény. Érted? Nem lesz ilyen. Nem lesz olyan, hogy szociális ember vagy antiszociális ember. Nem mindenki szociális lesz. Tehát azért kell egy aranykor, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, hogy az ember még megéljen dolgokat, de már elnyomásmentes környezetben. Oké? Tehát most annyi elnyomást fognak kapni az emberek ebben a következő években, 35-ig, de jellemzően 26-ig, ami több elnyomás, mint ami eddig volt az élet egész életükben. Jó? Kivétel azok, akik már az útjukon járnak természetesen. Mert ugye az elnyomást is lehet kezelni. Szóval, ez most mondom, nem ijeszgetés, az ne értsétek félre, ez egy figyelmeztetés. Figyelmeztetés arra, hogy vagy tanulsz és fejlődsz, vagy a nagyon nagy bajba leszel. És akkor ugye, mivel egy közösségben tanulunk és fejlődünk, ezért a közösségnek van egy energiája, és van egy segítő energiája is. Tehát ami azt jelenti, hogy segítünk is, hogyha elakadsz. Vagy ha nem úgy alakul a dolog, ahogy szeretnéd az életedben, bármilyen dolog. Akkor segítünk. De nem úgy segítünk, hogy megoldunk helyette dolgokat, hanem úgy segítünk, hogy adunk olyan tanácsokat, amivel meg tudod oldani azt a problémát. Világos? Ez te saját magad, mert ugye a problémáidat nem másoknak kellene megoldani, hanem saját magadnak. Gondolom ez elég világos. Szóval, itt van 10 életterület. Minden életterületre adunk tudást. Mindre. És olyan tudást, hogy a gyakorlatban tud használni. Ráadásul még lehetőséget biztosítunk bárki számára, hogy gyakorolhasson. Tehát, hogy a tudás az beépüljön. Az ne csak egy felületes dolog valami legyen. Érted? Hanem be is épüljön. Tehát, amit csinálunk, az jelenleg bolygó szinten teljesen páratlan, pedig már 12 éve csináljuk. 12 éve. Szóval, azért csináljuk, mert a fentiek megbíztak vele minket, hogy minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján.
Tehát lelki fejlődés nélkül nem lehet bekerülni az aranykorba. Azért csináljuk, hogy az emberek végig mehessenek a lelki fejlődés 7 szintjén. Itt van a lelki fejlődés 7 szintje. Jó? Ez a legalsó szint, azért van alul. Ha megnézed, vajon hol vannak a legtöbb ember, mondjuk az ismerőseid? Hol helyezkednek ezek közül el? Nagyon jó lehetett látni, én totál meglepődtem, azt hittem sokkal többen vannak ezen az egyes, két, kettes szint felett. Sokkal többen. Sőt, azt gondoltam, hogy itt a mi társadalmunkban a legtöbben a kettes szinten vannak. Azt gondoltam. És közben bejött a 2020 március, és kiderült, hogy a legtöbb ember az még a biztonság szintjén sincs, hanem csak a túlélés szintjén. A túlélés szintjén. Ez számomra döbbenetes volt. Honnan derült ez ki, hogy a túlélés szintjén vannak? Hát, hogy mennyien oltották be magukat. Bizonyám. Az összes beoltott, akit beoltatta magát, az mind a túlélés szintjén van. Tehát ami azt jelenti, hogy elhitették vele, elhitte azt, hogy az ő túléléséhez szükséges az oltás. Világos ez? És ezzel bebizonyították, hogy ők a túlélés szintjén vannak, és egyszerűen teljesen ledöbbentem, hogy ilyen mértékben vannak emberek a túlélés szintjén. És ez nagyon rossz, mert nem mindegy, hogy a biztonság szintjéről jutnak följebb, vagy még a biztonság szintjén sincsenek. Tehát azért tesznek dolgokat az életükben, hogy túléljenek. Ez tudod milyen? Ez állati szint. Az állat azért tesz dolgokat, hogy túlélje. Az állat az nem a biztonságra törekszik, az a túlélésre törekszik minden cselekedetében. Érted? És ez döbbenetes volt, hogy emberek nagy része így működik. Hát nem hittem a szememnek, és ez van. A valahova tartozás az már egy magasabb szint, ott kezdődik a szellemiség. Ez a két szint, ez tisztán az anyag. Olyan messze áll még a szellemiségtől, hogy ihaj. Tehát ezáltal, ha ránézel az emberek nagy részére, csak itt az elmúlt 3 év tapasztalata alapján, akkor azt látod, hogy közük nincs a szellemiséghez. A valahova tartozás, az már nem egy anyagi dolog. Az, hogy neked van barátod, az nem anyagi kérdés, érted? A szellemi kérdés. Értitek? Tehát a valahova tartozás az azt jelenti, hogy tartozni valakikhez, egy csapathoz tartozni, egy közösséghez tartozni, érted? Ez nem anyagi kérdés. Ez szellemi kérdés. És nyilván akkor tudja az ember a valóva tartozást megvalósítani, ha annak a szervezetnek, amiben van, tehát a család nem ide tartozik, csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Tehát ha annak a szervezetnek van közös célja, amit a tagjai követnek. Világos ez? A szervezet tagjai. Tehát ha egy olyan közösségről van szó, amelyiknek nincs egy olyan közös célja, amit a tagjai követnek, az nem közösség. Világos ez? És akik itt tanulnak,
azok legalább már ezen a szinten vannak. Hoppá, így tanulnak, az kevés. Tudod, miért kevés? Mert ha csak itt tanul, akkor nem találkozik azokkal az emberekkel, akik itt vannak a közösségben. Hoppá, ez a probléma. Tehát attól még, hogy valaki itt tanul, még nem a közösség tagja. Mert egy szervezet akkor működik közösségként, ha tagjai találkoznak egymással. Mit gondolsz a pap, miért mondja azt, hogy hetente menj el legalább egyszer a misére? Hogy együtt legyenek az emberek. Érted? És ezt mindig mondták a papok, mióta az eszünket tudjuk. Tehát akkor része valaki egy közösségnek, hogyha rendszeresen, valamilyen rendszerességgel találkozik a többiekkel. Oké? Ezáltal például nekünk rendszeresen vannak heti találkozóink, hetente kétszer, ahol személyesen találkozhatnak a környékbeli emberek. Minden szerdán, ebben az időpontban, és minden vasárnap, másfél órával előbbtől. Tehát ami azt jelenti, hogy fél öttől vasárnaponként, ugye, de már előtte is találkozunk, tehát mondjuk azt, hogy fél órával, egy órával előtte már találkozunk, és szerdánként pedig 6-kor kezdődik az előadás, és előtte is egy fél órával, egy órával már találkozunk. És akkor tart maga az előadás szerdánként 9:45-ig, vasárnaponként pedig 8:45-ig, utána még együtt vagyunk, olyan egy órát, két órát. És havonta van egy nagy rendezvényünk, ahol több száz ember van együtt, külföldről is, tudom én, több ezer kilométerről is jönnek emberek. Akár rendszeresen. Tehát a közösség azt jelenti, hogy együtt vagyunk, találkozunk a közösség tagjaival. Benne vagyunk egy közösségben. A Facebook az nem közösség. Mert nem járnak össze. Érted? Az a közösség, akik összejárnak. Az internetes közösség az nem közösség. Világos ez? Jó, tehát a következő ugye az elismerés. Az egy lelki szint, az a következő lelki szint, az egy magasabb lelki szint. Ezt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy az illetőnek van saját csapata, és ad elismerést, és kap elismerést a csapattól. Érted? Tehát ad elismerést, és kap elismerést. E fölött van még egy magasabb szint, az önmegvalósítás szintje. Az azt jelenti, hogy az illetőnek már olyan mértékű tudása van, hogy képes a saját tudását átadni másoknak. Az azt jelenti, hogy nem könyvben adja át, hanem a saját csapatának. Oké? Vagy annak a közösségnek, amiben benne van. Világos ez? És ha megnézed, ezek a szintek, az, hogy az ember elismerést adjon, vagy valahova tartozzon, vagy átadja a tudását, ez nem anyag, ez szellemiség. Érted? És ebből a háromból a leginkább melyik a szellemiség? Amikor a tudást adjuk át másoknak. Világos ez? És akkor menjünk tovább. Van egy még magasabb szint, a küldetés szintje. Azt tudod, mit jelent? Hogy nem azért csinál bármit az ember a szervezet érdekében, mert a pénz miatt, vagy valamilyen érdekből, hanem azért, mert úgy érzi, hogy az a kötelessége. Érted? Tehát nem mondta neki senki, hogy az a kötelessége,
hanem úgy érzi, hogy az a kötelessége. Én a fentieknek elköteleztem magam, vállaltam azt, hogy megcsináljuk az aranykort. Nem megcsinálom, megcsináljuk az aranykort. Ehhez keresek társakat. Egyenlő társakat. Világos ez? Tehát olyan embereket, akikkel együtt létre tudjuk hozni. Tehát az aranykor, hogy tisztabban legyünk, a mostani társadalmi forma és a fenti létforma közti átmenet. Oké? Ahol nagyon érdekes, tehát ilyen kicsit nagyon előrelépek, ahol az ember nem meghal, hanem kilép a testéből. Világos ez? Mit jelent az, hogy kilép a testéből a halálhoz képest? Az azt jelenti, hogy ő tudatosan teszi ezt meg. A halál, nem tudom hány olyan haláltról hallottál itt a bolygón, ahol az illető tudatosan kilépett a testéből és úgy halt meg. Nem sokat? Tessék? Nem értem. Hol? Jó, biztos, hogy van ilyen, mert csak tudjuk, hogy van, persze. Hát én is ismerek olyan szemét, személyesen nem ismertem, aki fogta és kilépett a testéből. De ez tudod, milyen kevés? Tehát az ember meg tudja azt tanulni, hogy úgy kilépjen a testéből, hogy vissza is tudjon lépni. Oké? Maga a lélek. Tehát ezt meg lehet tanulni. És amikor azt mondja, hogy jó, elegem volt ebből a testből, már nem szolgálja azt a célt, amit nekem követnem kell, akkor ugyanígy megcsinálja, és nem lép vissza. Világos ez? Milyen egyszerű. Tehát az aranykorba mindenki így fog kilépni a testéből. Hogy már nem szolgálja a teste a célt. És kilép belőle. Világos ez? Na most, ez nem klub. A klubban szoktunk kérdezni, és a klubban ilyenekre szoktam válaszolni. De most egy kivételt teszek. Jó? Az azt jelenti, hogy most a legnagyobb probléma az inkarnációval az, hogy mielőtt inkarnálodsz, az előző életi tudásodat elveszik. Elmentik, nem elveszik, elmentik. Tehát ami azt jelenti, de elveszik, törlik a tudást. És tudás nélkül születik be egy testbe a lélek. Nem születik, mert ugye inkarnálódik. És ez azt jelenti, hogy ezáltal a lélek számára elviselhető, hogy egy maga tehetetlen testbe született. Na most viszont, amikor az aranykorba kilépsz majd a testedből, és ott hagyod a testedet, és a testedet elhamvasztják, vagy eltemetik, akkor te választhatsz egy felnőtt testet. De már nem itt, hanem a fenti létformában. Világos ez? Tehát nem itt a Földön, hanem a fenti létformában. Ha csak nem, azt mondod, hogy vissza akarsz születni. De az megint ugyanaz a probléma, hogyha gyerektestbe születsz vissza, csecsemőtestbe születsz vissza, akkor ahhoz törölni kell a tudást, mert különben beleőrülnél abba a tehetetlenségbe. Tehát a fenti létformában a testeket eszközként használják, és
felnőtt testbe, egy fiatal felnőtt testbe lépnek be. Oké? És azt a testet használják. Csak azért jól, ha tisztába tesszük ezt a dolgot, annyiban, hogy amikor az ember egy fenti létformáról beszél, akkor azt tudni kell, ugye az imént említettem, hogy a test csak egy eszköz, hogy akkor a léleknek már olyan magas szintű a tudása, hogy minden olyan dolgot, amit egy léleknek alapszinten tudnia kell, tud, magyarul képes olyan dolgokra is, amit most csak fizikai valóságban, fizikai megtestesülésben tud megcsinálni. Tehát ez, mit értek ezen? Például a közlekedés, egy, például valaminek a megteremtése. Oké? Tehát például ahhoz, hogy egy lélek teremtsen egy lelket, ahhoz nincs szükség, vagy bocsánat, nem lelket, egy anyagot, tehát egy lélek teremtsen egy anyagot, ahhoz nincs szükség testre. Világos ez? Tehát nincs szükség testre. Tehát a test, az a lélek, lelket egy nagy mértékben korlátozó valami. Oké? Hiszen a test sérülékeny, ilyen-olyan baja van, öregszik, stb. Gondold végig, etetni kell, itatni kell, kell neki a jó levegő, sok minden kell neki. Oké? Na jó, ennyit erről a dologról. Menjünk tovább. Küldetés szint az, amikor már az ember amit tesz, azt nem azért teszi, mert muszáj. Nem azért, mert hogy túléljen, vagy biztonságba kerüljön, vagy valahova tartozzon, vagy bármi. Nem azért. Hanem azért, mert egyszerűen valami magasabb szintű érdek vezérli. Az pedig a kötelesség. Oké? Tehát azt gondolja, hogy neki ezt meg kell tenni. Miért? Mert azt gondolja, hogy meg kell tenni. Világos ez? Mindikor megkérdezték tőlem sokszor gyerekkoromban, hogy honnan tudom azt, hogy így van? Mondom, nem tudom, csak tudom. Tehát akkor még nem tudtam, hogy honnan tudom, csak onnan tudtam, hogy tudom. Ez főleg az általános első-másodikban volt probléma, meg az óvodában. Utána ezt letörték. Aztán szépen majdnem elfelejtettem, hogy ez így volt. És ugye ez most meg már ott van, hogy nem tudom, hogy tudom, hanem tudom, hogy honnan tudom. Ugye ez az óriási különbség. Gyerekkoromban nem tudtam, hogy honnan tudom. És mondom, emiatt, hogy tudom, emiatt rengeteg konfliktusom volt. Óvodától általános iskola alsó tagozat végéig gyakorlatilag. No szóval. Lényeg, hogy küldetés szint, és azután pedig a beteljesülés szintje. Tehát az aranykorba megnézed, a hatodik lelki szintre feljutva kerülünk be. A hatodik lelki szintre feljutva kerülünk be. Tehát a hatodik lelki szintig el kell jutni 2035-ig. Okay. És a beteljesülés szintje ebben a társadalmi formában nagyon nehéz teljesíteni. Igazából mondhatjuk azt, hogy az emberek nagyon nagy részének reménytelen. Tehát reménytelen. Az elnyomások miatt. Tehát a beteljesülés lelki szintjét akkor lehet elérni, hogyha az ember már nem kap elnyomásokat. Tehát gondold végig, ezt meg lehet csinálni a hat lelki szintet,
Illetve hát csak ötöt, mert ugye az egyesen van sok ember, de hát te ugye már magasabb szinten vagy. Meg lehet csinálni itt évek alatt. És utána az aranykor kell ahhoz, hogy a egy szintet feljebb lépj. És gondold végig, akkor mit fogsz ott tanulni? Én az előző életemben is tanító voltam, csak nem ezen a bolygón. Oké? Okay? Ezt nem fontos elhinni. Én tudom, hogy így van. Sőt, azt is meg tudom mondani, hogy honnan tudom. Olyanok mondták, akik látok, és akiket tanítottam az előző életemben. Ennyi. Oké? Okay? Szóval, lényeg, hogy lelki fejlődésen kell átmenni ahhoz, hogy az aranykorba jussunk. Na most ennek megvannak a, hát a feltételei. Tehát nem fog tudni valaki a negyedik lelki szintre feljutni, ha nincs saját csapata. Ez a probléma ezzel. Tehát saját csapat nélkül el lehet jutni a harmadik lelki szintre. Na és itt bukik meg az összes többi ember, aki azt mondja, hogy majd ők egy más vonalon följutnak az aranykorba. Mert nem biztosítja az emberek számára a saját csapat létrehozásának lehetőségét. És tudását, nem csak lehetőségét, tudását. Ahhoz, hogy az ember saját csapata legyen, az azt jelenti, hogy vezetővé kell válni. Na most, ezen a bolygón nem sok olyan emberrel találkozol, aki profi vezetőképző. Mondom, a bolygón nem találsz sok olyan embert, aki profi vezetőképző, és azok nem a spirituális emberek. Én spirituális emberek közül rajtam kívül egyről sem hallottam, aki profi vezetőképző. Tehát profin tud vezetőket képezni. Én tudok profin vezetőket képezni. Oké? Okay? Tudjátok miért? Mert embereket vezetek 31 éve. Oké? Okay? Inkább azt mondom, hogy emberek követnek 31 éve. Mert azóta még nem vezetek, csak azóta követnek. És ahhoz, hogy az emberek saját csapatot tudjanak létrehozni, hát bizony, meg kell tanítani őket vezetni. És ha valaki fél attól, hogy emberek vezetése, nem kell félni, ez egy csodálatos dolog. A legszebb dolog, ez egyik legszebb dolog a világon, amivel találkoztam. Az emberek vezetése. Persze, nem könnyű az emberek vezetése. Tudod miért nem? Mert tudás kell hozzá. De ha az embernek van tudása az emberek vezetéséhez, akkor ennél csodálatosabb dolog nincsen. Vagy nem, nem igazán van, inkább úgy mondanám. Érted? Tehát ugye azok, akik már vezetők, azt tudják, hogy a vezetői tudás az nem teljesen ugyanaz, mint amit itt tanulunk. Ugye rendszeresen negyed évente tartok vezetőképzőket, háromnapos vezetőképzőket bent lakásra. És akkor nézzük tovább. Elismerés ugye kell hozzá saját csapat, az önmegvalósításhoz meg még inkább kell saját csapat. Tehát ott már nem csak saját tudással kell rendelkezni, hanem saját tapasztalattal is kell, mert hiszen a tapasztalatait is átadja az ember saját maga a többieknek. És itt már nem csak a saját tapasztalatok kapnak szerepet, hanem a mások általi tapasztalatoknak az átadása. Hiszen egy vezető az megél a csapata révén más emberek problémáját is, amire rálát kívülről, érted? És annak a tapasztalatából is egy csomót lehet tanulni.
Hát bolond lennék annyi problémát megélni, mint amennyit a csapatom megél. Külön-külön természetesen az emberek. Hát erről szól a mi helyzetünk vezetőként, hogy megélhetünk olyan problémákat is úgy, hogy nem személyesen a bőrünkön tapasztaljuk meg, hanem másokat kívülről látva. Olyan tapasztalatokat, amit egyébként hála Istennek azt mondom, hogy nekem nem kell megélni. És mivel ugye itt tanítok 12 éve, a 12 év alatt még nem tudtak egy olyan problémát előhozni, amire ne találtam volna megoldást. 12 év alatt. Pedig gondoljátok végig, azért már valamilyen szinten több mint 50 ezer ember azért a 12 évben itt megfordult. Azért az nem kevés. Szóval, ez egy csodálatos dolog, amit csinálunk, korszakot alkotunk. Gondoljátok végig, egy új korszakot. És azt érjük el az aranykorra, hogy ezt az emberiséget ne töröljék. Érted? Tehát ne legyen az, mint eddig volt az előző 6 emberiségnél, hogy valami óriási katasztrófával törölték az előző emberiséget. És újból indult az emberiség. De eléggé változatos volt egyébként az emberiség, mert voltak ilyen hatalmas termetű emberek itt ezen a bolygón már. Voltak ugye olyanok, akiknek nem volt ilyen kettős működési elméjük. Voltak, amelyik hosszabb idejük volt, volt, amelyik rövidebb idejük volt egy élet során, amit itt eltöltöttek. Tehát sok mindenféle volt itt már. És itt vagyunk mi. Lehetőséget kaptunk arra, az emberiség kapott lehetőséget arra, hogy bejusson az aranykorba. Ilyen nem volt. Tudod, hogy jutottak be az emberek a felsőbb létformába? Elmentek, tudom én, remetének, vagy elmentek egy kolostorba, vonultak. És akkor ott csak tanultak. És az emberiség kapott arra a lehetőséget. Azáltal, hogy aranykor, és azáltal, hogy most tanítjuk az embereket, hogy bejussunk a felsőbb létformába. Érted? Tehát ha azt gondolod, hogy az az életünk, hogy mindig inkarnálódjunk, az egy óriási tévedés. És akkor úgy inkarnálódj, érted, hogy az előző életedben, amit elszúrtál, azt a következő életedben próbáld meg újból helyrehozni. És ez az emberiség sorsa, érted? Ezt kell csinálni az embereknek, ez nevetséges. Hát gondolkozz el ezen. Hogy ilyen nem volt ugye még ennek az emberiségnek a történelmében, hogy kaptunk egy lehetőséget arra, hogy bekerüljünk az aranykorba. Ez egy óriási dolog. Ez páratlan, eddig nem volt ilyen, most van, mi megkaptuk, innen kell kiindulni a Kárpát-medencéből, ki is indult már, hiszen ugye a tanulók több mint 20%-a az nem Magyarországon élő. És egy jó nagy százalék már nem is a Kárpát-medencében él. No. Hát, ha úgy látod, hogy neked itt a helyed, akkor várunk szeretettel. Ha nem úgy látod, akkor az a te dolgod, mi nem sértődünk meg ezen, hogyha nem úgy látod, semmi gond nincs ezzel. Jó? De az biztos, hogyha úgy gondolod, hogy itt a helyed, akkor olyan tudást adunk, ami által ez megvalósítható lesz számodra, de nyilván nem azt jelenti, hogy neked ehhez nem kell oda tenni magadat. Hanem majd úgy magától, úgy, majd nem kell csinálnod semmit, és akkor majd bekerülsz az aranykorba. Csak egy kicsit tudom én, hallgatod az előadásokat, de tanulsz úgy, ahogy az általános iskolában, vagy a középiskolában, érted? Na, azzal nem kerülünk be az aranykorba. Tehát nekünk dolgunk is van, szólni kell más embereknek, hogy jöjjenek tanulni. Oké? És ezért lesz saját csapatod. Akkor, amikor szólsz másoknak, hogy jöjjenek tanulni.
Tehát ajánlod, amit te tanulsz, hogy jöjjenek ők is tanuljanak. Jó? Tehát a tanulás az nem esít. Amikor az emberek tanulnak, és megoldásokat kapnak, akkor sokkal jobbá válik a hangulatuk. Sokkal jobban érzik magukat. Hát ez azt jelenti, hogy hát egy boldogabb társadalmat hozunk létre. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a nagyon értékes képzést. Ma már tudom, hogy tényleg életem legnagyobb, vagy legjobb döntése volt, hogy ide kerültem. Amit Szedlacsik, megbizonyosodtam arról, hogy amiket Szedlacsik Miklós tanít, azok úgy igazak, ahogy ő elmondja. A Teremtőnkhöz vagy a Jóistenhez vezető út az a legegyenesebb út. És ő ezt megtanítja nekünk. Mióta itt tanulok, megtapasztaltam azt is, hogy ha elindulunk egy úton, és nagyon sokan elindultak már ezen az úton, ugyanis rengeteg spirituális tanító van a földbolygón, és mégis az emberek, ahogy elindulnak egy úton, és mégse érnek oda, ahova szeretnének eljutni. Szedlacsik Miklós a tanításaival eljuttat bennünket oda, hogy elérjük a célunkat. Nem véletlenül választották ki őt a fentiek erre a feladatra. Ez bebizonyította eddigi életével, elkötelezettségével, hitelességével, és olyan szintű önfegyelemmel, hogy hány ember csinálja azt meg, hogy akár családi kötelezettségeket is alárendel a feladatának. A tudását és tapasztalatát több tízezer emberrel való beszélgetés eredményeként szerezte és megtapasztalta, és hogy mi is nekiálltunk lelkeket menteni, rengeteg megtapasztalásra tettünk szert, és egyetlen egy olyan dolgot nem tudnék mondani, ami nem úgy igaz, ahogy ő azt tanította. Volt, mikor nem úgy csináltuk. De hányszor? Hát igen, sokszor, de az is igaz, hogy amikor az ember saját magán megtapasztalja azt, amit egyszer elront, az, tehát hogy többet úgy biztos, hogy nem fogja csinálni, és az egy egész életre meghatározó lesz számára, hogy azt a hibát még egyszer nem fogja elkövetni. És azt a óriási feladatot, amit ő bevállalt, hogy eljuttatja az emberiséget az aranykorban, ugye, mint említette, hogy rengeteg vagy több proféciában ezt megjövendölték, több előadásában beszélt már erről, hogy mi a magyarságnak a feladata, a tanítás, és hogy ez, ugye, és hogy pont a változás ez időtájt indul el, és hogy a Kárpát-medencéből rengeteg magyar, tehát hogy azt milyen régen előkészítették ezt a feladatot. Nem tudom, hogy tud-e valaki mondani olyan országot, ahol nincsen magyar. Tehát a fentiek már mikor előkészítették, vagyis hát a honfitársaink elfoglalták a helyüket a földön.
És a mi feladatunk az, hogy őket megkeressük, és eljutassuk nekik azokat az információkat, hogy őnekik mi a feladatuk. És, tehát, mert ők elmentek, van, aki azt gondolja, hogy azért ment el, mert hogy jobban keressen, vagy tehát, hogy anyagi okokból, de a fentiek ezt nem így rendezték. Tehát azért nem kellett volna senkinek se elmennie, hanem a tudás miatt, és hogy ők is ébredjenek rá, hogy mit kell tenniük. És mi tulajdonképpen ehhez a feladathoz keresünk társakat, és még azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy beszélgessünk emberekkel, elmondjuk nekik, hogy mivel foglalkozunk, és aki alkalmasnak találja magát arra, hogy ebben a feladatban részt vegyen, az úgyis csatlakozik hozzánk. Van egy érdekes megfigyelésem, hogy mióta szervezünk, azt tapasztalom több tanulónál is, nem tudom, hogy ez általánosságban is igaz. Ugye hallgatjuk az előadásokat, de azt hogy építjük be az életünkbe. Tehát az csak úgy történik, hogy olyan élethelyzetekbe kerülünk, ahol, hogyha azt tudjuk alkalmazni, akkor van tudásunk, mert addig csak információ. És azt figyeltem meg, hogyha jön az emberhez, csatlakozik egy tanuló, akkor mindig olyan területen mutat tükröt, ami a legnagyobb feladata annak az embernek. Tehát, hogy az a tehát ő mutatja meg, hogy az a legnagyobb feladat saját magán, amit meg kell változtatni, amit ő benne lát, a tanulóban lát. És tehát minden tanuló, legalábbis saját magamon ezt figyeltem meg, hogy el tudnám mondani, hogy minden tanuló által el tudom mondani, hogy mi az, ami ő megtanított engemet. Vannak felismerések a sarokba, látom. És ugye sokszor, tehát az emberek úgy gondolják, hogy azért nem tudunk együttműködni közösségekbe, ezt is kipróbáltuk már több alkalommal, hogy a másik miatt, nem a másik miatt, saját magunk miatt. És hogyha saját magunk el tudjuk fogadni az embereket úgy, ahogy vannak, és amikor ő érez magában késztetést arra, hogy változzon, vagy a közösségnek egy olyan tagja szeretne lenni, aki építi azt, akkor ő saját magától elkezd változni egy nagyobb jó érdekében. Úgyhogy akik nézik most ezt előadást, hallgatják, és éreznek magukban olyan indítatást, hogy ők ebben feladatban részt szeretnének vállalni, akkor keressenek olyan embereket, akikkel ezt meg tudják valósítani, akik minden élethelyzetükben segítenek neki. És számomra a legnagyobb boldogságot az adja, mikor látom, hogy egy ember, aki rengeteg problémával küszködik, és ő neki kiegyenesedik az útja, és látom, hogy boldog életet tud élni. Tehát ennél nagyobb boldogságot nem tudok elképzelni, és ezért is nagyon nagy örömmel csinálom ezt a feladatot. Úgyhogy azt javaslom neked, hogy gyere tanulni a Nyílt Akadémiára,
mert itt olyan tudásra tehet szert, amit máshol nem tudsz megkapni. Egy jó tanulást kívánok. Én is egyetértek Jácinttal, hogy ez volt életünk egyik legjobb döntése, amikor ide jöttünk tanulni. Hát nagyon sok mindent mondott Jácint, és nagyon, nagyon igaza van. És ugye ezeket mind együtt megéltük a csapatunkkal, és tényleg nagyon nagy öröm, amikor más embereknek tudunk segíteni. És hát, amit ma Szedlacsik Miklós itt a lelki fejlődésünkkel kapcsolatban elmondott, hát én nem tudom, hogy létezhet-e olyan ember, vagy hát számomra már ezt nehéz elképzelni, aki nem szeretne a lelki fejlődésén felfele gyalogolni ezen a létrán, mert hát a cél, amiért leszülettünk, az, hogy oda eljussunk a magasabb létformában, tehát ezért vagyunk itt. Ezért kötelességünk ezt a létrát végigjárni. És ugye az lenne a cél, hogy ez alatt az egy életünk alatt jussunk el oda, és itt a Nyílt Akadémiánál itt megkaphatjuk hozzá a tudást, és a csapatunk által pedig a gyakorlási lehetőséget, hogy valóban eljussunk oda a küldetés szintjére. Ugye a csapatunk révén, amiről már itt szó volt, az elismerés és az önmegvalósítás szintjeit élhetjük meg nagyon komolyan, és ebben kapjuk ezeket a tükröket magunknak, amiről Jácint beszélt. Ez egy hatalmas személyiség fejlődés, és higgyétek el, hogy tényleg nincs nagyobb öröm annál, amikor olyan visszajelzést kapunk, hogy emberek élete megváltozik. A vasárnapi előadás után kaptam egy olyan hálalevélnek mondjam, vagy valami hálaüzenetnek az egyik tanulónktól, ami után mind a ketten majdnem elsírtuk magunkat, és az örömtől. Hogy olyan történt, nem csak a tanulónkkal, az egész családjával, hogy sokkal boldogabban mentek haza, mint ahogy ideértek, és hogy milyen hálásak, és hogy itt egy másik világba csöppentek, nem abba, ami odakint van, hanem egy olyanba, ami talán már egy kicsit hasonlít az aranykorra. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy aki szeretne eljutni az aranykorba, aki szeretne olyan tudással rendelkezni, amivel ez megvalósítható, az ne gondolkodjon, hanem jöjjön minél előbb, és tanuljon velünk, nem fogja megbánni. És a képzéseink nagyon reális áron elérhetőek. Minden adott, hogy bárki tanulhasson, hiszen részt lehet venni élőben, online hallgatni, utólag meg lehet nézni felvételről, tehát minden lehetőség adott, hogy bárki megnézhesse ezeket az előadásokat. Ha valaki nem tudja megnézni felvételről, is megnézheti. Az egyhavi képzésünk az 30 óra, a tandíjaink pedig 19.700 forint az első havi tandíj, ez 660 forint per órára jön ki, második hónaptól pedig 9800 forint, a tandíj ez 330 forint per óra. Hát nem tudom, mit lehet manapság már ennyi pénzért kapni, de hogy tudást nem, ilyen tudást nem, ami itt van, az egészen biztos. Az élet 10 területére nyújt megoldást a képzés, ez 26 témát ölel át. És ezek a témák egymás után körforgásban következnek, tehát bárki bármikor becsatlakozik, semmiről nem marad le, hiszen ahogy végigér a körön, akkor újra kezdődik, és akkor újra, tehát hogy minden témával találkozni fog. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön tanulni, mert higgy el, hogy megéri. Az önmagunkba fektetett
befektetés a tudásunkba. Igen, tehát a tudásunkba való befektetett energia és pénz az biztos, hogy megtérül. Az nem elvesztegetett dolog. És azt senki nem veheti el tőlünk sohasem. Az az egyetlen, amit magunkkal viszünk. Tovább. A szünet után önbizalomteremtő coachképzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.